Sokan azt gondolhatják, hogy én egy örök optimista és pozitívan gondolkodó ember vagyok, de a közvetlen családom például pontosan tudja, hogy én is azért igen gyakran mélypontra szoktam kerülni. Na de mit csinál egy pozitívan gondolkodó ember, hogyha mélypontra kerül? Ha szeretnéd megtudni ezeket, tarts velem a videóban! Nyilván mindenki az alapján ítél meg egy másik embert, hogy mit lát róla mondjuk a közösségi médiában, vagy akár mi a munkája, hogyan jelenik meg a kamera előtt, a fotókon, milyen hangvételű posztokat közöl, és általában akik azért pozitív típusú emberek, ők be is kerülnek ebbe a skatujába, hogy nekik biztos soha nincs semmi bajuk, mindig jó a kedvük, folyamatosan ilyen hurrá optimisták, és még a legrosszabb helyzetből is képesek a jót kihozni, és ha kapnak egy citromot, akkor készítenek egy limonádét belőle. Igen, ezek a klasszikus helyek, de azért van ennek egy árnyoldala is. Először is az, hogy az igazán kreatív emberek mindig időről időre mélypontra is szoktak süllyedni, hiszen ez az egész kreatív energia úgy működik, hogy ha nagyon sokat akarunk beletenni valamiben, nagyon sokat teszünk bele valamiben, szárnyalunk, magasan vagyunk, más embereknek segítünk, vagy akár bármilyen kreatív tevékenységet, önkifejezést csinálunk, akkor ennek van egy olyan ellenpólusa is, amikor viszont nagyon-nagyon mélyre tudunk kerülni, és általában ez a típusú ember az, akinek nem ilyen langyos víz az élete, vagy lehet mondani, hogy nem folyamatosan kiegyensúlyozott, hanem ennél sokkal nagyobb amplitúdóval mozog. Ezek lehetnek színészek, zenészek, költők, festőművészek, kreatív tartalomgyártók, de lehet, hogy egyszerűen csak olyan személyiségtípusok, hogy szeretik ilyen nagyon megérni az örömöket, és nagyon megérni a bánatokat. Én is egyébként egy ilyen típusú ember vagyok, bár a közösségi médiában figyelek arra, hogy amikor túlzottan hatalmába kerít a depresszió, akkor inkább vissza szoktam vonulni, és nem szoktam ezeket kiírni magamból, hiszen megtanultam ezt az évek során kezelni. És pontosan tudom, hogy ez egy múlandó dolog, lehet, hogy elmúlik pár óra alatt, lehet, hogy pár nap alatt, de az is lehet esetleg, hogy ez pár hétig is fog tartani. Ha azonban valaki föltenné nekem ezt a kérdést, hogy változtatnék ezen, és ha mondjuk egyet kívánhatnék, akkor mondanám-e azt, hogy oké, akkor én mostantól szeretnék megszabadulni a depressziótól, vagy akár a mélypontoktól, és mondjuk szeretnék egy folyamatosan mindig ugyanazon rezgés szinten élő életet élni, akkor azt mondanám, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem, hiszen pontosan tudom, hogy ahhoz, hogy valaki nagyon nagy dolgokat tudjon alkotni, elképzelni, véghez vinni, és tényleg ilyen világmegváltó tervei legyenek kis túlzással. Amikor ezek az emberek a mélybe kerülnek, a mélyre kerülnek, akkor gyakorlatilag, mint egy trombolint használva kilövik magukat, hogy valami sokkal nagyobb dolgot vigyenek véghez. Nem véletlen van az például, hogy a leggyönyörűbb számok, vagy a legszebb filmek forgatókönyvei, és még sorolhatnám, azok nagyon sokszor akár egy szerelmi csalódásból, vagy valamiféle negatív élményből táplálkoznak, és egyszerűen utána ezt így magasra kilőve ezeket az energiákat valahogy át tudjuk konvertálni. Mindegy, főnix madárként a porainkból újraéledve. Na, én ezt élem folyamatosan egyébként, tehát én egy abszolút ilyen típusú személyiség vagyok, és bár nem olyan szinten nagy amplitúdóval mozgok, mint mondjuk fiatalabb koromban, hiszen nagyon sokat dolgoztam önmagamon, hogy ezeket az időszakokat, ami egy kicsit mélyebb, egy kicsit idézőjelben depressziósabb, valahogy le tudjam rövidíteni, de még mindig vannak olyan élethelyzetek, amikor sajnos összecsapnak a fejem fölött a hullámok, és valahogy lelkileg sikerül elég mélyre kerülni. Egyébként ennek az indukciója mindig a fáradtság legtöbbször nálam, az, hogy nagyon sok minden bejön az életembe, összecsapnak a fejem fölött a hullámok, túlvállalom magam, vagy akár benne vagyunk valami nagy kampányban, ahol mondjuk olyan helyzetek adódnak, ami rajtam kívülállókból megnehezíti a haladást, és nyilván olyankor van egyfajta timing, ami szerint én élek, meg elképzelem az életem. És nyilván, hogyha az embernek kicsúszik a kezéből az irányítás, vagy valamiféle váratlan fordulat jön, akkor sok esetben, amikor nem bírja ezt a nyomást, akkor egyszerűen azt mondja, hogy most egy picit hátralépek, és megpróbálom ezt egy picit távolabbról megnézni, vagy elengedni ezt a sztorit, és várni egy picit, ami egyébként szerintem egy jó taktika, mert sokszor, amikor valamit kb. Az életünk árán is véghez akarunk vinni erőszakosan, és minden falat megmozgatni és áttörni, nem biztos, hogy minden esetben ez a jó. Na de picit nézzük meg, hogy egy ilyen helyzetben, amikor például én mélypontra kerülök, nem azt mondom, hogy ez mindenkinél működni fog, mi az, amit én szoktam tenni, és mik azok a dolgok, amik esetleg beválnak. Az első és legfontosabb dolog, ami nekem rengeteget szokott segíteni, az, hogy
felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy fog-e ez az egész szituáció valamit számítani 5 év múlva? Hogy ez tényleg akkora katasztrófa el, hogy én ezt katasztrófaként élem meg, és ahogy a mentorom szokta mondani, azt a mondatot használjam, hogy ez a probléma nekem ma nagy. Amiben benne van az, hogy nekem, és ez lehet, hogy másnak ilyen könnyű lenne és megoldaná, illetve benne van az is, hogy ma nagy ez a probléma nekem, és lehet, hogyha holnap fölkelek, tiszta fejjel már sokkal másképp fogok gondolkodni erről az egészről, és sokkal könnyebben meg fogom tudni oldani ezt a szituációt. Tehát az első talán az, hogy tegyük fel a kérdést, hogy ez tényleg akkora dráma-e, mint amilyen drámaként én most a mai hangulatommal ebben az élethelyzetben én ezt megélem, és fog ez a dolog valamit számítani 5 év múlva. Ilyenkor általában a válaszom az szokott lenni ezekre a nagyon nagy problémának tűnő dolgokra, de 5 év táblatában igen, csak pitiáner dolognak tűnő dologra, hogy nem, igazából ez semmit nem fog számítani. A másik nagyon lényeges dolog, ami nekem bejött, az, hogy elfogadom a szituációt. Nem hurrá optimistaként próbálok felülkerekedni ezen az egészen, és azt mondom, hogy jaj, de hát egyébként meg olyan szuper az életem, meg olyan jó minden, hát akkor hagyjuk is ezt, és nem is tudom, hogy most én miért vagyok ilyen, és nekem mi bajom van valójában, mert akkor ezzel elindul egy ilyen önostorozási folyamat is, mintha nem lenne joga az embernek, vagy a léleknek, vagy nem lenne joga a te szellemiségednek, bárminek is nevezzük, rosszul érezni magát. Ez jogod van, lehet, hogy éppenséggel semmi különösebb indokod nincs rá, ez lehet, hogy egy nőnél például egy hormonális változás is előidézheti, vagy ahogy mondom, például egy fáradtság, egy krónikus kialvatlanság, vagy például egy ilyen mini burnout szindróma, ami a kreatív embereknél, akik cégvezetők, időről időre sajnos előjön, hiszen nagy a nyomás rajtunk, kell teljesítenünk, egyre többet kell tenni azért, főleg a mai időkben, a mai világban, hogy menjenek a céges dolgaink, akár mások emberekért is vállalunk felelősséget. Ez nyilván egy folyamatos nyomás, és ha ez rajta van az emberen, akkor lehet, hogy bírja a krónikus stresszt, én is egy ilyen típusú ember vagyok, de aztán egy idő után azt mondja az ember, hogy jó, most akkor pihenő, és ez lehet, hogy pont így jelentkezik lelkileg az ember életében, hogy enerváltnak vagy akár depressziósabbnak érzi magát, és egyszerűen nincs kedve semmihez. Ilyenkor fontos az elfogadás, hogy ami az, ahogy szoktam mondani, most ez egy ilyen helyzet, ez egy ilyen nap, és nem akarunk erőszakosan túllendülni ezen a dolgon, nem azt jelenti, hogy bele kell ebbe süppedni ebbe a dologba, de hogy egyszerűen kivárunk, és muszáj, hogy ezt lelkileg mi megéljük, ezt a folyamatot nem biztos, hogy meg lehet sürgetni, és nyilván ez a környezetünk számára, a családunk, partnerünk számára megterhelő lehet, de nekik meg abban kell nagyon odafigyelni ránk, vagy a családi békére, hogy esetleg valaki önnézi a videót, aki nem ilyen típusú személyiség, de ismer olyat, aki ilyen típusú személyiség, hogy ne hagyjuk, hogy az ilyen erős személyiségű emberek magunkkal rántsanak minket, mert ilyenkor van az, hogy el tud ez húzódni hetekre ez a probléma, vagy akár hónapokra, és egy ilyen krónikus rossz hangulat lesz újra a családon, vagy a párkapcsolaton, hanem egyszerűen embereljük meg magunkat, és függetlenedjünk érzelmileg ezektől az erős emberektől, ami nagyon nehéz folyamat, hiszen azzal fogok tudni segíteni annak az embernek, aki rosszul érzi magát, hogy én azért pozitív maradok, én azért egyensúlyban maradok, és a hangulatomat nem a másik ember hangulatától teszem függővé. Remélem, hogy segített ez a kis videó, kérlek nyomj egy lájkot, hogyha igen, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha szeretnél értesítést kapni a hasonló tartalmakról. Köszönöm szépen, hogy velem voltál!